2009. március 28-a óta vagyunk együtt, ez már lassan 7 és fél éve. Hétligetiek vagyunk mindannyian, onnan jöttünk, és a pop-rock, britpop stílusú zenét képviseljük itt kis hazán. Az az érdekessége a zenekarunknak, hogy igazából mi nem barátokként kezdtünk el együtt zenélni, így alig-alig ismertük egymást, így szinte látásban, mégis nagyon közel lakunk egymáshoz, és ilyen véletlen, még talán MyVip volt akkoriban, meghívás alapján kerültünk össze. Aztán kiegészült a zenekarunk 7,5 évvel ezelőtt Bacsó Bencével, a basszusgitárosunkkal, és azóta számoljuk azt, hogy így ebben a formációban vagyunk együtt, és onnantól kezdve kezdtünk el mind együtt zenélni, mind összebarátkozni. Zenénket olyan főként külföldi előadók inspirálták, mint a Genesis. Nekem a country műfaj mindig sajátomnak éreztem, ezáltal kicsit Mark Knopflert, vagy a Police-t. Mostaniaktól ugye Kings of Leon-t, vagy Coldplay-t szeretjük nagyon. Ez a klip, ez úgy került egy ötletágra, hogy mindenképpen egy dinamikus klipet szerettünk volna, így nyilván mit csinálunk, futunk. Belassítjuk, ez jól néz ki, ezt így tudtuk, hogy akkor milyen vizuális képeffekteket akarunk elérni. És aztán pedig a költséghatékonyság volt az elsődleges szempont, igazából gyakorlatilag csak a ruhák, ami rajtunk vannak, azok kerültek bármilyen összegbe a zenekar számára, és saját erőből csináltuk meg egyébként a klippet. Énekdallamban van valami áhítat, ami így megfogja az erre fogékony embereket, és ezt szeretjük, erre megyünk rá mindannyian. Ettől vagyunk szerintem Mikó Alabellesek. Általában egy dal úgy szokott megszületni, hogy vagy én hozom az ötletet, vagy pedig a Balázs, és akkor olyankor általában az énekdallam a fő, ami megvan először, esetleg az egy nagyon alapvető akkordtémával rá, és aztán állítjuk fel a harmóniákat, aztán kezdjük el hangszerelni, azután teszi bele mindenki a saját egyéniségét és hangszerelését. És amikor mindannyian úgy érezzük, hogy ez most így kész, meg flott, akkor van az amen, és onnantól van egy szám teljesen kész. Eddig mi angol számokkal dolgoztunk csak és kizárólag, viszont ezen az EP-n lesz 2 magyar dal is, és ha ez az EP majd kijön, akkor azt idővel szeretnénk kibővíteni egy nagy lemezzé. Mivel egy fiatal zenekar vagyunk, ezért a számaink nagy részt nyilván rólunk, és a mi lelki világunkról, vagy a mi sajátos problémáinkat fogja meg, ami nyilván azért általánosabb témákat dolgoz fel, így könnyű vele azonosulni, akár szerelem, akár útkeresés, ilyesmikről szólnak nagyrészt a számaim. A mi generációnknak a fő problémája az a... Rossz lenne azt mondani, hogy a túlzott szabadság, de hogy tegyük fel azt, hogy valaki kikerül a gimnáziumból, és annyi lehetősége van, hogy ebben könnyű tegyük fel elveszni. Mint ellentétben régebben ilyen szempontból könnyebb volt választani, mert nem is volt annyi lehetőség. Szerintem ez nagy csapdája a mai generációnknak, illetve nyilván a magánéleti problémák azok mindenkire szerintem kortalanul érvényesek, és ezért tényleg ilyen szempontból mindenki tud ezekkel
azon a súlni. Ha törekszünk úgy szólni, mint a felvételeken, talán egy zenekarnak ez lehet a legnagyobb kihívása, meg szólalása terén. Mélőben sokkal dögösebb egyébként a zenekar, mint felvételen. Mint az érzések jobban kijöhetnek. Sokkal jobban. Hát a közönséggel nagy részt a netes portálokon tartjuk a kapcsolatot, illetve nyilván koncertek után. Szeretjük megfogni az embereknek az érzelmesebb oldalukat. A lassabb számok élőben egyébként főként akkor tudnak működni, hogyha maga az egész koncert jól fel van építve, szóval jókor, jó helyen szólal meg az az adott lassabb szám. Illetve szerintem nálunk azért is működik, mert erős a vokál jelensége, főleg a lassabb számoknál, szóval ketten-hárman is rá vokálozunk a főénekre, és azért nagyon szép harmóniák alakulnak ki, az pedig megkapó és populáris, szóval könnyen befogadható tud lenni a közönség számára. Mindig nyöszöttem őket, hogy énekeljetek, csak énekeljetek, artikuláljatok. Általában a főnekre meg egy ilyen két szólam rá szokott lenni. Mint a stúdióban. Igen. Próbáltunk úgy összeállítani a programot, hogy mint egy nagyobb koncerten. Dinamikusabb részek után kicsit pihenősebbek követik egymást, és akkor a vége kicsit határozottabb. A katarzis.